A Fidelitas Komárom Esztergom megyei szervezete az idei tanévben is meghirdeti az állatvédelmi oktatás sorozatot, melynek keretében megyénk számos településén, például itt Esztergomban is, meghirdetésre fog kerülni oktatási intézmények számára az állatvédelmi oktatás, melyet helyi civil állatvédő egyesület díjtalanul fog megtartani. Bízunk benne, hogy az oktatási intézmények pozitívan fognak erre reagálni. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalabb generáció minél korábban megismerkedjen a felelős és helyes állattartás szabályaival. Úgy gondoljuk, hogy négylábú barátainak csak úgy tudunk segíteni, ha az emberek gondolkodás módján is változtatunk. Továbbá a állatvédelmi programunk része, hogy helyi menhelyeknek adományt viszünk, így ebben a formában kiváltképp örülök neki, hogy az esztergomi csoport bekapcsolódott ebbe az akcióba, és tisztítószerekkel, konzervekkel tudja segíteni a helyi menhelynek a munkáját, természetesen a jövőben is aktívak leszünk. A Fidelitas esztergomi csoportja is bekapcsolódik a Fidelitas megyei szervezetének állatvédelmi kampányába. Szervezetünk adományt jutott el a Bongács menhely számára, és ezúton szeretném meghirdetni az állatvédelmi oktatásokat, amit a idén már második alkalommal fogunk megrendezni. A tavalyi évben az oktatók mentek el az iskolákba, az idejében viszont a diákokat szeretnénk kihozni a menhelyre, hogy megláthassák, hogy hogyan is működik egy menhelynek a felépítése.